Elkészült Komárom-Esztergom megye területfejlesztési koncepciója. A területi és településfejlesztési operatív programhoz kapcsolódó gazdaságfejlesztési részprogramok elkészítéséhez 5 millió forint támogatást nyújt a Kereskedelmi és Iparkamara a Komárom-Esztergom megyei önkormányzatnak. A megyei önkormányzatnak az új feladatrendszerben feladata a koordináció, amely azt jelenti, hogy a különböző önkormányzatok, gazdasági szervezetek, intézményi háttérnek a különböző fejlesztési terveit, azokat összehangolja, összegyűjtse, belefoglalja ebbe a koncepcióba és az országos koncepció részévé tegye. A következő 7 éves Európai Uniós periódus legfontosabb szempontja a gazdaság fejlesztése, és a rendelkezésre álló források döntő többsége erre hegyeződik ki. Ezért óriási szerepet szánnak a gazdasági élet szereplőinek, vállalatoknak, érdekképviseleteknek, szakmai szervezeteknek. Ezek közül az egyik legfontosabb a Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely nekünk már régi partnerünk, régen van vele megállapodásunk, amit tavaly novemberben megújítottunk. Erre a novemberi megállapodásra épült az az új szerződés, amelyet most kötöttünk a kamarával. Ez pedig arról szól, hogy a stratégiai tervezésünket azzal segítik, hogy saját forrásaikból rendelnek meg olyan tanulmányokat, amelyekre egyrészt nekik is szükségük van, másrészt pedig mi a munkánk folytatásában ezekre épülve, ezeket nekünk nem kell elkészítenünk, ezeket fel tudjuk használni. Fontos, hogy a kamara nem csak szóban és gondolatokban támogatja az önkormányzat elképzeléseit, hanem tőkével is hozzájárul a város gazdasági életének javításához.